Sziasztok középsúlyosok, üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Itt van velünk a Budapesti Orvostan Hallgatók Egyesületének elnöke, illetve elnök helyettese. És most jól ki fogjuk őket kérdezni az egyesület munkájáról, illetve arról, hogy a koronavírus járvánnyal kapcsolatban mégis hogyan tudják kivenni a részüket a munkából. Úgyhogy mindenek előtt én most ki is gurulok a képből, hogy meglegyen a kellő távolság, mert ők erre biztos nagyon odafigyelnek. Úgyhogy sziasztok, én itt leszek. Mi a Semmelweis Egyetemen működő legnagyobb civil szervezet vagyunk. Több mint 600 orvostan hallgató tagunk van. A tevékenységünk az alapvetően három pillérre rakódik, hogyha ezt lehet így mondani. Prevenciós tevékenység, cseregyakorlatok és karitatív tevékenység. A prevenciós tevékenység az azt jelenti, hogy járunk középiskolákba prevenciós témájú órákat tartani, tartunk világnapokat és még nagyon sok ilyen egyéb rendezvényt. A cseregyakorlatok az azt jelenti, hogy a tagjaink, az orvostan hallgatók a nyári szakmai gyakorlataikat nem muszáj, hogy egy budapesti vagy vidéki kórházban töltsék, hanem kiutazhatnak külföldre, Európába vagy a világon mindenhová, és ezzel is személyes és szakmai tapasztalatot hát így tágíthatnak. A harmadik, a karitatív, az pedig sok olyan programunk is van, ami így mások megsegítésére és ilyen önkéntes tevékenységre vonatkozik. A prevencióhoz még fontos elmondanom, hogy az egyik legnagyobb eseményünk így az évben, az az egészségverseny. Alapvetően középiskolásoknak szervezzük, 9-12-es diákokat várunk, ugye 5 fős csapatokat, egy csomó nyeremény szokott lenni minden évben. Ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen a döntő, ez amúgy a Semmelweis Egyetemen szokott megrendezésre kerülni, és tök interaktív az egész. Szóval, ha kíváncsiak vagytok, akkor menjetek fel a YouTube csatornánkra, és nézzétek meg a tavalyi aftermovie-t, és jövőre jelentkezzetek, és gyertek ti is. Illetve most a koronavírus járvány kapcsán ugye elkezdtünk azon dolgozni, hogy hogyan tudnánk átállni valahogy így az online óratartásra, vagy hogyan tudnánk mégis a tevékenységünket folytatni így az online térben. És ennek kapcsán kezdtük el hát Zoomon keresztül az ilyen online órák tartását. Ez teljesen interaktív, ugyanúgy, mint eddig. Hogyha valaki felmegy a honlapunkra, ott a prevenció fül alatt megtalálja, hogy milyen témákból, miket lehet pontosan kérni, és hogy milyen e-mail címen, vagy hogyan tudja ezt megtenni. Ebben az évben, és az előző évben is a szexuálprevenciós képzés volt az, amit a legtöbb iskolában kértek, és a legtöbb oktatás ebben a témában zajlott. Viszont nagyon jól megy még a drog-alkohol-dohányzás prevenció is, ami szintén nagyon fontos téma. Emellett azt hiszem még az egészségtudatos táplálkozás, amit a legtöbbször kérnek, és az elsősegélynyújtás. De a többit is érdemes kérni, mert azok is nagyon jók. Alapvetően nem véletlen, hogy ez a rangsor, tehát nyilván az iskolák felől is ezekre van a legnagyobb igény, illetve érdeklődés. Amit még hozzátennék, az a védőoltások és az antimikrobiális rezisztencia témaköre az, ami szerintem nagyon fontos lenne, és ugyan vannak órafelkéréseink, de szerintem ez nem arányos azzal, hogy ez mennyire fontos ez a téma, pláne most. A Teddy Maci Kórház az is egy prevenciós szekciónknak, egy különlegesebb prevenciós szekciónk, ugyanis akik Teddy Maciznak, ők nem a középiskolákba mennek, hanem óvodákba. És nekünk van sok bőrönnyi, olyan macink, plüss macink, akinek itt a hasán egy cipzár van, és hogyha ezt a cipzárt lehúzzuk, a maci szerveit lehet megtalálni. És ezekben az ovikban a lelkes orvostanhallgatók megtanítják a még lelkesebb ovisoknak, hogy melyik szerv mire való, milyen orvosi eszközök vannak, és ennek ugye az a célja, hogy a fehér köpenytől, az orvosoktól való félelmet csökkentsük, és egyébként ez nagyon sikeres
program szokott lenni, illetve hát aki már ment ilyen foglalkozásra, azt tudja, hogy nagyon fárasztó is, de lelkileg viszont annyira feltölt ez az egész, hogy nagyon sokan szeretjük csinálni, és hát az óvónénik és a kisovisok is nagyon szeretik. Az Alkos Otthon Teddy Maci Kórházzal pályázatot pedig azért találta ki gyakorlatilag ez a Teddy Maci szekciónk, hogy a mostani helyzetben is kicsit hát tudja folytatni a tevékenységét, mert ugye óvodákba sem tudunk menni, az ubik is bezártak. És a lényege igazából az, hogy óvodásoktól várunk különböző rajzokat, verseket, történeteket. Ezt ha az eseményhez felmentek, akkor ott pontosan le van írva, hogy mik a kritériumok, amúgy nem túl bonyolult, vagy nem túl leszabályozott az egész, szóval mindent nagyon szívesen várunk. Ugye főként azzal kapcsolatban, hogy az ovisoknak, gyerekeknek az orvosukkal milyen jó élményük, vagy milyen jó történetük van esetleg. És ezeket a verseket és rajzokat, történeteket szeretettel várjuk az orvosomnak alkotok hashtaghez, illetve az eseményhez is beküldhetitek, és ezeket pedig majd az orvosoknak is próbáljuk eljuttatni, hogy egy kicsit így hát vidámabbá tegyük az ő napjaikat is, így ebben a helyzetben. Amikor elkezdődött ez az egész őrület, akkor mi is úgy éreztük, hogy ugye mindig erről beszélünk, hogy kivesszük a részünket a társadalmi felelősségvállalásból, stb. Stb. És úgy éreztük, hogy hát attól, hogy most ez a járvány kitört, ennek nem szabad, hogy változzon, és emiatt szerveztük meg a mi kis önkéntes rendszerünket. Ez úgy nézett ki, hogy felvettük a kapcsolatot az országban rengeteg kórházzal és egészségügyi intézménnyel, illetve meghirdettük az önkénteseink között, hogy van ez a lehetőség, és eszméletlen sokan szerettek volna segíteni, így mi igazából abban segítettünk, hogy összekötöttük őket, és tudtuk mindenkinek biztosítani azt, hogy ne kelljen ugye nagyon messzire utaznia, hogyha kórházban önkénteskedik, illetve megkerestük a kórházban dolgozókat is, hogy van-e szükségük a gyermekeiknél felügyeletre, mert ugye sokan nem tudják megoldani most, hogy a nagyszülők inkább ne vigyázzanak a gyermekekre, és ide is jött be tök sok igény, illetve sokan szívesen vigyáztak is a gyerkőcökre, úgyhogy majdnem 100 önkéntest delegáltunk ki különböző helyekre, körülbelül 20 kórházba, ennek az öme Budapest, de egyébként a vidéken is mindenfele, mert nyilván most akik ide járnak Pestre egyetemre, azok most otthon vannak, és otthon is szívesen segítenek. Fölmértük a kórházaktól, hogy van-e esetleg valamilyen különleges igényük, hogy mondjuk csak 6 éves orvostanhallgatókat várnak, akiknek már nyilván egyébként 6 év után elég sok tapasztalatuk van, illetve hát mondjuk ők már ősszel orvosok, tehát elég közel vannak ehhez. Abszolút tudnak segíteni, mert most plusz feladatok vannak a járványügyi megelőzés miatt a kórházakban, tehát ez az úgymond pre-triázs, ez azt jelenti, hogy ha valaki bemegy a kórházba, őt ki kell kérdezni, hogy volt-e külföldön, nyilván most már ez nem igaz, de vagy vannak-e tünetei, és ezeket orvostanhallgatók is nyilván egyfajta betanítás után, de meg tudják csinálni, és ez nagyon nagy segítség az ott dolgozóknak, mert nagy terhet vesz le a vállukról, illetve azt is hozzátenném, hogy lelki szempontból is sem mindegy az ott dolgozóknak, mert ha látják, hogy csillogó szemű, lelkes önkéntesek ott vannak és segítenek nekik, az talán nekik is egy kis plusz erőt tud adni abban a fantasztikus munkában, amit végeznek. Amikor kiment a kórházaknak a megkeresés, hogy mi a BOE, szívesen küldünk hozzájuk önkénteseket, a kérdéseink között szerepelt az is, hogy tudnak-e ez esetben biztosítani védőfelszerelést az önkénteseknek, nyilván ez nekünk is nagyon fontos, és csak olyan helyre delegáltunk ki önkéntest, ahol ezt írták, hogy igen, tudnak biztosítani, tehát ilyen szempontból ez megoldott, illetve folyamatosan igyekszünk kontaktolni az önkéntesekkel, hogy minden rendben van, tényleg azokat a feladatokat csinálják, amire vállalkoztak, tehát nyilván attól, hogy valaki önkéntes, még azt kell, hogy csinálja, amire vállalkozott. Ez az egész önkéntes
éves jelentkezés dolog, egyébként a többi Semmelweis Egyetemen működő hallgatói szervezettel közösen valósult meg. Tehát tevékenységünktől függően vannak különböző szervezetek, és a kórházakat szintén megkérdeztük, hogy egyébként csak általános orvostudományi karra járókat fogadnának-e, vagy esetleg jó lenne-e, hogyha gyógyszerész hallgatókat, fogorvostan hallgatókat fogadnának, és egyébként sok helyre fogadtak is, mert minden segítség jól jön, illetve ők is nagyon szívesen akartak segíteni. Tehát megkérdeztük a kórházakat, hogy ez nekik jó-e, és egyébként csak olyan feladatot delegáltak ki mindenkinek, ami abszolút teljesíthető, tehát nem raktak olyan felelősséget senki vállára sem, amivel mondjuk ne tudna megbirkózni. Tehát ilyen szempontból ezzel nem volt probléma. Olyan gyógyszerészten hallgatók vannak, akik a patikákba mentek ki segíteni, mert ott is nagy segítség van az olyan feladatokra, ami egyébként viszonylag könnyen betanulható, de nagy felelősség az is. A kutatásokban nem hiszem, hogy vontak be önkénteseket, ugyanis ez egy olyan komoly szakmai munka, ami jobb rálátást igényel, és ugye most ez elindult márciusban ez a munka, azóta senki nem válhatott kutatóvá. Tehát, hogyha valaki azelőtt is foglalkozott ezzel, jó eséllyel most rá is nagyobb feladat hárul ezen a téren, viszont így most az önkéntesekre inkább a kórházakban, patikákban, illetve a gyermekfelügyeletnél van szükség. A mostani járványügyi helyzetben ugye sokkal fontosabb az, hogy minél többen menjünk el vért adni, aki teheti ezt, mert az OVS sem tud most már kitelepült véradásokat szervezni, ugye nem lehet annyi ember egy helyen, tehát csak az ilyen központokban lehet vért adni, így sokkal kevesebb véradó van, mint normál esetben volt, és emiatt a vérkészletek is eléggé lecsökkentek, szóval mindenki, aki teheti, az menjen el vért adni, mert ezzel ő is segíthet egy csomót. Ezen a héten fog elindulni a World Immunization Week, ezt a WHO hirdette ki, és mi is csatlakoztunk hozzá. Hamarosan ki fognak kerülni a Facebook oldalunkra, meg a honlapunkra a részletek, szóval érdemes minket követni, és ott megtaláljátok majd a részleteket. Ide főleg majd plakátokat, és kisebb előadásokat fogunk várni, és középiskolásoktól, és ilyen immunizációs, védőoltásos témában. Az egész immunizációs hétnek az a célja, hogy minél több középiskoláshoz juttassuk el az immunizációval és védőoltásokkal kapcsolatos infókat. Ahogy láthattátok például a katedrás BIOS előadásban, ugye ennek is ez volt a célja, és mi is ezt szeretnénk, hogy minél szélesebb körben legyen ez egy köztudott dolog. Bojésnak lenni egyébként mindig is menő volt, és egyre menőbb is lesz az orvostan hallgatók körében. És egyébként aki elég energiát belerak, és szereti ezt csinálni, az egyébként ugyanannyit vissza is kap az egyesülettől, mert szakmailag nagyon sokat lehet fejlődni, az ilyen saját soft skilljeiddel nagyon sokat lehet fejlődni, és egyébként hát nem botival, de egész jó barátokat lehet találni itt az egyesületen belül is. Szóval én nagyon szeretek bojés lenni, és vagyunk még ezzel így jó pár százan. Köszönjük szépen a srácoknak ezt a fantasztikus körbemutatást. Reméljük, hogy tetszett, és sok új információval gazdagodtatok az egyesület munkájáról. Hát mi biztosan. Úgyhogy most el is köszönünk, és kis búcsúajándéknak mindenkit megkínálok egy kis kézfertőtlenítővel, ha már végigfogdostok ugyanazt a mikrofont, mind a hárman. És addig természetesen senki nem nyúlt az arcához, úgyhogy most parancsolj. Ezt most hova? Ide teszem. Így. Hát sziasztok!